A plazma szolgálat 10. gyűjtőállomását nyitották meg Szombathelyen. Nyugat-Magyarországon jellemzően szívesen adják plazmájukat az emberek, hogy segítsenek a gyógyulásra várókon. Ezt már a Vasi megyeszékhelyen is megtehetik. A Körmendi úton alakították ki a modern plazmagyűjtőállomást, ahol egy időben akár 20 önkéntest is tudnak fogadni. Nagyon sok olyan betegség van, ami hagyományos gyógyszerekkel, tablettákkal, intravénás gyógyszerekkel, antibiotikumokkal nem gyógyítható, és ezt csak emberi vérplazmából lehet előállítani. Kizárólag egészséges segítségnyújtó adhat plazmát, ennek érdekében első alkalommal orvosi szűrésen esnek át a jelentkezők. Azt vizsgáljuk, hogy egészséges, nem hordozza a mágyuladás, az AIDS-nek a vírusát, és egyéb vírusokat, és aztán, hogyha a hemoglobin szintje minden rendben van, az összfehérjéje, az immunglobulin szintje, akkor már második alkalommal adhat plazmát is. A 18 és 60 év közöttieket várják plazma adásra az egészségügyi szabályok szerint, erre évente maximum 45-ször van lehetőség. A segítségnyújtásért költségtérítést kapnak az önkéntesek. Van egy bejelentkezési lehetőség. Előre kell jelentkezni, előre kell foglalni az időpontunkat. Erre van egy zöld számunk, egy ingyenesen hívható zöld számunk, illetve interneten keresztül is tudnak a donorok foglalni. A plazmapont hétfőtől péntekig reggel 8-tól 18 óráig, szombaton pedig délután 1-ig várja az önkénteseket. A plazma szolgálat az elsők között csatlakozott tavaly a koronavírus fertőzésből gyógyultak plazmájának levételéhez, és az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve a szombathelyi állomás is bekapcsolódna a teljes vérgyűjtésébe.